Sziasztok, üdvözlök mindenkit! A tegnapi nap folyamán a Summer Game Festen megtudtunk jó néhány új információt a Marvel Spider-Man 2-ről. Kaptunk néhány érdekességet a történetről, új képeket, és megtudtuk azt is, hogy mennyibe fog kerülni a játék. A mai videóban pedig összefoglalok minden érdemleges információt, amit tegnap megtudtunk. Amit nagyon sokan hiányoltunk a múltkor, az a megjelenési dátum. Az Insomniac azonban most felfedte, hogy október 20-án fog megjelenni a játék, ami azt jelenti, hogy egy nagyon pörgős ősszelé néznek a Marvel rajongók, ugyanis akkor jön a Loki és a Kraven is. És felfedték végre valahára azt, hogy mennyibe fog kerülni a játék, milyen verziók lesznek, és azt is, hogy milyen extra jutalmat kapnak azok, akik előrendelik, ugyanis az előrendelés is június 16-án, azaz jövő héten el fog indulni. Amit az előrendelésért kapunk, az néhány érdekes kis pókember ruha. Sokaknak nem tetszett, azonban mindenki nyugodjon meg, nem ezek lesznek úgymond az új ruhák, ezek ilyen kis extra bónusz ajándékok azoknak, akik előrendelik a játékot. Ezek ilyen póklovag ruhák, némelynek elég ilyen holdlovagos beütése van, de szerintem annyira nem lettek rosszak. Bal oldalon láthatjuk, amit Peterhöz fogunk kapni, jobb oldalon pedig azt, amit Mileshoz. Ezt mindenki megkapja, ki előrendeli a játékot, még az is, aki a simát, ez fog 27 és 28 ezer közt mozogni. Lesz még egy verzió, ami nekem egyelőre a legszimpatikusabb, ez a Digital Deluxe Edition. Én általában digitálisan veszem meg a játékokat, ezért is szerintem nekem ez az ideális. Itt minden jár, ami a sima előrendelésnél, csak kapunk jó néhány extra ruhát, amik közt megtalálható a Pókverzum 2-ben igencsak kedvelt indiai pókember is. Nem gondolnám, hogy én ezeket a ruhákat olyan sokszor fogom használni, de azért jó, ha ott vannak. Ez a kiadás kerül majd 32 ezer forintba. Ezután jön a legdurvább verzió árban és minden tekintetben is, ami nem lesz minden országban kapható. Ez a Collector's Edition, ami egyelőre úgy néz ki, hogy Amerikában, Angliában, Németországban, Franciaországban, Hollandiában, Belgiumban, Luxemburgban, Olaszországban, Ausztriában, Spanyolországban és Portugáliában lesz elérhető. Biztos, hogy Magyarországon is valahogy majd hozzá lehet jutni, de egyelőre a PlayStation blogon ezek az országok vannak feltüntetve. PlayStation blogon ezek az országok vannak kiemelve, de azért oda van írva, hogy könnyen elképzelhető, hogy jóval több országban meg fog jelenni, ez majd későbbiekben fog kiderülni. Ezért a verzióért cserébe kapunk egy elég menő hűtőmágnest plusz egy óriási venomos figurát. Természetesen minden elérhető lesz ennél a verziónál, ami az előző kettőnél is, és hát ez 75 ezer forintba fog kerülni, ami hát eléggé durva ár, az ilyen figurák azok hihetetlen árba mennek, szóval dönts el mindenki magának, hogy megéri ez neki, biztos vannak olyan gyűjtők, akik ezt a verziót fogják megvenni. Beszéltek természetesen a játékról is, azon belül Kravenről és Venomról, és kaptunk néhány koncepciós rajzot is. Az első egy elég érdekes, nekem úgy tűnik, mintha Peter kezén itt oldalt éppen menne rá a szimbióta. Lehet, hogy csak én látom bele, viszont elég érdekes kis csavar lenne, hogy először lenne Venom, és csak utána lenne fekete pókember. És ez azért elképzelhető, hiszen két dolgot leszögeztek, az egyik, hogy nem Eddie Brock lesz Venom, a másik meg az, hogy egy olyan feldolgozást fogunk látni, amit eddig filmekben és képregényekben nem láthattunk. Én továbbra is azt gondolom, hogy nagy eséllyel Harry Osborn lesz majd később Venom. Kraven karakterére is kitértek, elmondták, hogy nagyon egyedi lesz, és el fog térni az eddig megszokott gonoszoktól, és nagyon kemény is lesz a játékban. Kis extra információként tették hozzá, hogy rajtuk kívül is fognak majd még gonoszok feltűnni. Később elképzelhetők olyan kis DLC kiegészítők, amik jöttek ugye az első részhez is, szóval érkezni fog tartalom bőven a játékba. Igazából ennyi derült ki, azt gondolom, hogy a lényeget már tudjuk a játékról, mindenki el tudja dönteni, hogy előrendeli-e vagy nem. Júni 16-án indul, én biztos, hogy igen. Én már nagyon várom, várható végigjátszás, ha minden igaz, akkor élőbe, de előtte nyáron majd végigjátszuk az elsőt, a DLC-ket meg a Miles Morales-t. Szóval jó kis nyár lesz, nagyon várom már a játékot, nagyon fel vagyok rá hype-olódva. Kommentben mindenképp írjátok le, hogy ti mit gondoltok erről. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, további szép napot, sziasztok!